Árnyékkormányt alakított tehát a demokratikus koalíció azzal az üzenettel, hogy reményt szeretnének adni a reményét vesztett magyar társadalomnak, és egy valós baloldali szociális alternatívát kínálni a magyar kormány szerintük nyomorgató politikájával szemben. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója van velünk vonalban. No tehát ez a hivatalos magyarázat, amelyet Dobrev Klárától hallhattunk az elmúlt napokban, aki az Árnyék kormány miniszterelnökeként apostrofálja mostantól önmagát, ki tudja, milyen időszakra tervezi ezt. Mit lát az elemző ebből a próbálkozásból, ebből az árnyék kormányból? Mi lehet ennek a jelentősége? Őszintén megvolva sokat gondolkodtunk azon, hogy vajon ez az intézmény, ez a bejelentés, ez milyen célt szolgál. Ugyanis mind az időpont, mind a személyi összetétel, mind az elképzelés roppant furcsa. Ugye fél évvel vagyunk nagyjából egy országgyűlési választást követően, egy olyan országgyűlési választást követően, amely megismételte a korábbi választások eredményét. Azaz az emberek jelentős többsége ismét bizalmat szavazott az Orbán kormánynak és a Fidesz-KDNP-nek. Ilyen helyzetben igazi politikai kérdésekkel csak az ellenzéki oldalon merülhetnek fel. Tehát elképzelhető és valószínű az ellenzék ki oldal szempontjából érdemes értelmezni ezt a kérdést, mert a kormány ellenzék viszonylatában fél évvel egy országgyűlési választást követően ilyen választói felhatalmazás mellett gyakorlatilag értelmezhetetlen az árnyék kormány fogalma és egy ilyen lépés. Tekintve azt is egyébként, hogy árnyék kormányt az elmúlt 32 évben, legalábbis emlékeim szerint Magyarországon még senki sem alakított, vagy legalábbis nem jelentett be ilyet. Ugyanennek az árnyék kormány jelenségnek van olyan ország, ahol van hagyománya, ez elsősorban a Nagy-Britannia, tehát Anglia, ahol szoktak ilyen eszközökkel élni az ellenzéki szereplők, Magyarországon ilyet még nem tapasztaltunk. És azzal, hogy a következő választás az másfél év múlva lesz Magyarországon. És az is csak egy európai parlamenti választás és egyben önkormányzati választás, ugye várhatóan egy napon lesz a kettő, 2024-ben, és csak 3,5 év múlva lesz országgyűlési választás, amely szempontjából egy árnyék kormány, egy alternatív elképzelésnek lenne értelme és értelmezhető lenne. Éppen ezért azt állítom, hogy ennek valami más okai lehetnek, mint az, hogy egy valós alternatívát mutasson fel, vagy próbáljon felmutatni. Akár az összeellenzék, akár pedig esetünkben egyetlen egy ellenzéki párt az éppen regnáló Orbán kormánnyal szemben. Most egy picit nézzük akkor ebből a szempontból meg a kérdést. Valószínűleg egyébként az ellenzék is valami hasonlót érezhet a próbálkozás mögött, hiszen Márki-Zay Péter a maga mellőzöttségét érezve már is egy hasonló próbálkozással igyekezett reagálni erre a bejelentésre, és hát azt is megtudhattuk itt a demokratikus koalíció, vagy hát most már akkor fogalmazunk így, az árnyék kormány prominenseitől, úgy Dobrev Klárától, mint Molnár Csabától, hogy a árnyék kormányukba próbáltak beintegrálni egyéb ellenzéki pártokból is politikusokat, de állítólag ezeket a politikusokat egyértelműen letiltották erről a szerepvállalásról. Tehát itt valószínűleg az ellenzék maga is érzi azt, hogy egy belső harc kezdődött el már, ha ezt belsőnek lehet tekinteni. Hát sőt, hogyha csak nagyon rövid távra tekintünk vissza, vagy egyetlen egy pontot kell kijelölni a közelmúltból, akkor azt is mondhatnánk, hogy április 3-án este, amikor kiderültek a választási eredmények, már akkor egymásnak kezdtek feszülni az ellenzéki formációk, de azt is tudjuk egyébként, hogy ez a bizonyos ellenzéki együttműködés már a választás megelőzően, a választási kampányban, vagy akár az előválasztást megelőzően is recseket ropogott, tehát nem tudtak együttműködni, belső feszültségek feszítették szét az ellenzéki összefogásnak a nevezett együttműködést.
Most ezzel szemben április 3-án estétől a politika farkas törvények kezdtek el uralkodni teljes mértékben az ellenzéki oldalon. Az ember embernek farkas, a homo homini lupus, azaz mindenki a saját érdekét kezdte el követni, nézni, vagy legalább definiálni azt. És attól kezdve mindegyik ellenzéki formáció, amely még képes egyébként felmérni a valós politikai helyzetet, és a saját helyzetét elhelyezni, vagy meghatározni ebben a konstrukcióban. Nos, ezek elkezdtek azon gondolkodni, hogy merre tovább. Az elmúlt hónapok bizonyos ellenzéki pártoknál vagy formációknál azzal teltek, hogy egyáltalán meghatározzák azt, hogy ők kik is valójában, vagy legalábbis milyen képet kívánnak a választóknak mutatni a következő hónapokban, években. Meg tudják-e még szólítani egyébként akár a saját támogatóikat, akár pedig a kormánnyal szemben állókat. És mindegyik párt, már amíg ismétlem alkalmas erre, elkezdett akár együttműködési stratégiákban gondolkodni. Azért az ellenzéknek továbbra is Gyurcsány Ferenc és Gyurcsány Ferenc pártja az origó. A Gyurcsányhoz való viszont mindenkinek tisztáznia kell saját magában. Akar együttműködni Magyarország talán legelutasítottabb politikusával és annak pártjával, vagy sem? Hogyha igen, akkor milyen formában működhetnek együtt, ha nem, akkor kikkel működnek együtt, vagy pedig önállóan próbálnak a politikai szerencsét. És ugye itt rengeteg, egy másik klasszikus példával közhelyel élve, túl sok az Eszkimó és kevés a Fóka, túl sok az ellenzéki formáció. De úgy tűnik, hogy Gyurcsányék valami oknál fogva előre szaladtak, és még hogyha meg is keresték az ellenzéki pártokat, vagy pedig, és ez is csak egy kérdés, vagy pedig az ellenzéki pártok tagjait, politikusait, vagy hozzájuk kötődő oldudvari embereket, itt az árnyék kormánnyal kapcsolatban, akkor vajon ezek az emberek, személyek, egyének, vagy pedig intézmények, pártok föl voltak-e arra készülve, hogy egy ilyen bejelentést tegyenek, vagy pedig egy ilyen együttműködésben vegyenek ismételten részt Gyurcsány Ferenccel, vagy pedig az ő feleségével. Tehát szumma-szummárom, itt rengeteg kérdés merül fel, és én azt gondolom, hogy az ellenzéki aktoroknak a reakciói, már amennyiben egyáltalán voltak ilyen reakciók, nem olyan kevés volt ilyen, azok vajon miből származnak? Bizonytalanságból, a konkrét politikai taktikából vagy stratégiából, vagy pedig adhok jelleggel próbálnak viszonyulni egy ilyen bejelentéshez. Szóval én őszintén a politológusként, politikai elemzőként is nehezen tudom értelmezni ezt az árnyék kormány jelenséget, és úgy látom, hogy az ellenzéki térfél is így van ezzel, hogy nem tudnak hogyan viszonyulni hozzá, ezért nagy a csönd. Ugye Márki Zaj Péter és talán a Momentumnak az éppen aktuális elnöke volt az, aki valamilyen közleményt kiadott ezzel kapcsolatban, valamilyen reakciót adott. Az összes a többi ellenzéki párt valami oknál fogva úgy tűnik, hogy lemerevedett, lefagyott, és képtelen már csak viszonyulási pontot találni saját magának a mostani kezdeményezéssel kapcsolatban, nem az, hogy egy kis stratégiával rendelkezzen. Ami pedig itt a... Igen? Csak azt akartam mondani, hogy a Momentum részéről azért Donát Anna is hallatta a hangját, akinek a nevét talán egy kicsit még mindig többen ismerik, mint a párt elnökének a nevét. És hát nagyon úgy tűnik, hogy egyrészt felvették a Cheyenne fonalat a demokratikus koalíciótól, hiszen azért ők is elkezdtek dobálózni nevekkel, hogy egy következő kormányban ki mindenki szerepelhet a Momentum részéről. Ő például Orosz Annát és Hadházi Ákost nevezte meg erre a nemes tisztségre. De ő a jó józan megközelítéssel reagált, és azt mondta, hogy most egy kisebbség nem tud kormányt váltani, de azt is hozzátette, hogy nem vétlen ebben a demokratikus koalíció, mármint abban, hogy még mindig kisebbségben van az ellenzéki szavazótábor, hiszen mit lehetne várni, hogy beállnak majd egy olyan ellenzék mögé, ahol a többséget a 2010 előtti letűnt korszakhoz kötődő személyiségek alkotják.
Lehet, hogy egyébként az eszközöket keresik az ellenzéki pártok a választók megszólításához? A demokratikus koalíció egy ilyen magabiztos, előremutató, úthengerszerű eszközt és a táborépítést választja. A demokratikus koalíció, amelyik még mérvadóként szerepel itt az ellenzéki táborban, pedig a józan megfontoltság és az elhatárolódás elvével halad előre? Hát őszintén szólva, az elmúlt 12 évben a Fidesz-KDNP vagy Orbán Viktor ellenzéke már minden eszközt kipróbált. És mindegy, egyik sem bizonyult hatásosnak. Különindulást, együttindulást, a miniszterelnök jelölteket, előválasztást, sok mindent próbáltak már, és mindegyikben felsültek. Éppen ezért voltak tanástalanok egyébként április valamelyikán este, április 4-én reggel, hogy ők azt gondolták helyenként, hogy tényleg sikeresek lehetnek, és nem futnak bele egy ilyen mértékű választási vereségbe, ehhez képest sokat szóra sültek már fel a választók akaratából kifolyólag. Éppen ezért ez a egyrészt a tanástalanságot lehet látni az ellenzéki oldalon, másrészt pedig valóban különböző stratégiákat, de ezek ellenzéki stratégiák, tehát egymáshoz képest ellenzéki stratégiák, vagy egymáshoz képest kialakított lépések és elgondolások, és nem a kormány párttal, vagy a kormányhoz való viszonyhoz kapcsolódik egyáltalán ez a kérdés. Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az ellenzék jelen pillanatban saját magával harcol. Ez egy zérőszerű játszma. Láthattuk és látjuk is egyébként, hogy a politikai piac az egyrészt szűkült az elmúlt hónapokban, ugye sok minden történt, és erről már a Nézőpont Intézet is adott ki közménykutatási adatot, hogy ugyan a kormánypártok támogatottsága is csökkent, de az ellenzék ebből nem profitált, sőt az ellenzéki pártok támogatottsága sem tudott nőni, helyenként pedig csökkent, ami azt mutatja, hogy a választók hozzáállása a kormánypártokhoz és az ellenzékhez alapvetően nem változott. A Fidesz-KDNP most is megnyerni a választásokat, hogyha most vasárnap kerülne erre sor. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az a torta, amit az ellenzéki pártok próbálnak felszeletelni, az egy adott méretű. Azt növelni jelen pillanatban nem tudják, még akkor sem, hogyha a gazdasági helyzet romlott, hogyha a háború hozta a következmények, akár gazdasági, akár társadalmi következmények egyre inkább érezhetőek, és a szankcióknak a meghosszabbítása, vagy a fenntartása tovább nehezíti a helyzetet. Tudom szumáron, hogyha ez a torta ez adott, tehát egy adott választói közeget tud megszólítani az összes ellenzéki formáció, akkor egymással versenyeznek. Hogyha Gyurcsány Ferenc a saját támogatói kört tud bővíteni, az a többiek kárára valósulhat csak meg. Ergo egymással versenyeznek, és ez az árgyék kormány innentől kezdve számomra legalábbis csak így értelmezhető. Azaz a többiekhez képest lépett egyet előre Gyurcsány Ferenc, ez pedig a lépéskényszerbe kényszerített az összes többi ellenzéki pártot, hogy valahogy viszonyuljon ehhez a kérdéshez. Gyurcsány Ferenc ezt jól tette egyébként a saját maga szempontja, vagy a párt szempontjából, ugyanis nem ő követi az eseményeket, nem ő van reakciókényszerben, hanem a többieknek kell kitalálni, hogy mit is gondoljanak egyáltalán erről a jelenségről. Tehát én azt gondolom, hogy két funkciója van ennek az árnyék kormánynak jelen pillanatban, így 3,5 évvel a következő országgyűlési választásokat megelőzően. Egy a figyelemelterelés a nagy közönségnek, ugye a hétvégén volt pontosan az összödi beszéd nyilvánosságra kerülésének az évfordulója, és most is mi is inkább az árnyék kormányról beszélünk, nem arról, hogy Gyurcsány Ferenc és kormánya mit tett, vagy mit nem tett 2006 nyarán és őszén. A magyar társadalommal, a választásokkal és úgy általában nyilvánossággal, hanem egy árnyék kormányról és Dobrev Klárának az embereiről beszélünk. A másik olvasata ennek, tehát emellett, hogy figyelemelterelés, pedig nemes egyszerűséggel a politikai helyezkedés az ellenzéki oldalon. Gyurcsány Ferencék előléptek, a többiek próbálnak viszonyt kialakítani ezzel a kapcsolatban. Lehet egy nagyon laikus harmadik alternatívát kínálni. Mi van, hogyha amögött, amit egyébként
az elmúlt napokban hallottunk Dobrev Klárától az áll, hogy egyértelműen látszik az, hogy egy válságidőszak jön itt Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, de ők ezt a problematikát rászűkítik Magyarországra, és megvádolják azzal az Orbán kormányt és a kormánypártokat, hogy az elmúlt 12 év politikája vezetett oda, hogy az embereknek lényegesen magasabb rezsiköltségük van esetenként, hogy a gazdasági válságból és az infláció előretöréséből azért jócskán kapunk negatívumokat. Tehát mi van, hogyha erre bazíroznak, hogy kihasználják ezt a háborús válságidőszakot arra, hogy a saját politikai pecsenyéjüket sütögessék? Ez egy teljesen logikus ellenzéki stratégia lenne, vagy pedig az is, hogyha ez a valós, ugyanis a hétköznapi ember, a magyar választó kevesebbet foglalkozik azzal, hogy mi a helyzet Németországban, Spanyolországban, az Európai Unió, vagy a nyugati világ többi országában, akár energetikai kérdésekben, akár a háborúhoz való viszony kérdésében, vagy pedig a gazdasági recesszió, várható gazdasági recesszió következményei szempontjából. A magyar választót az érdekli, hogy Magyarországon mi történik, és vele személy szerint is az ő családjával, és az országgal, vagy pedig a szomszédokkal mi történik. De egyrészt azt tapasztaltuk az elmúlt 12 évben is, illetően ennek is köszönhető a választói felhatalmazás április 3-án, hogy az Orbán kormányok több válsághelyzeten vannak túl. Az elmúlt 12 évben képes volt az első, vagy pontosan a második kormány 2010-et követően visszahozni Magyarországot a csőd helyzetből, amiben Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon juttatta, túl tudott lendülni, és hathatósan tudta kezelni az első válságot, tudta kezelni hatékonyan és társadalmi megelégedettségre a migrációs válságot, és ugyanezt tette egyébként a járvánnyal, a Covid válsággal, mint egészségügyi, mint gazdasági szempontból. A választó szempontjából tehát joggal merül fel a kérdés, hogy vajon ezen a válságon is hatékonyan tud-e úrrá lenni az Orbán kormány, vagy pedig, és akkor így kanyarodunk talán vissza az árnyék kormány kérdésére, az ellenzék kérdésére, hogy inkább hisz egy Dobrev Klárának, egy Gyurcsány Ferencnek, vagy néhány ellenzéki politikusnak, hogy ők hatékonyabban tudnák kezelni ezt a válságot és irányítani az országot. Ez egy releváns kérdés, de azt gondolom, hogy erre a kérdésre a választók már megadták a választ április 3-án. Legközelebb várhatóan 2026-ban merülhet föl ez a kérdés, amennyire akkor lesz az országgyűlési választás. A másik pedig Gyurcsány Ferenc a máshol. Ő azt gondolja, hogy az, ami vele történt 2006 és 2010 között, az reprodukálható. Ugyanis, ha visszaemlékszünk, már egyre kevesebben emlékeznek erre, vagy pedig elhomásulnak az emlékek. 2006-ban meglepetésszerűen egyébként újra választották az MSZP-SZDSZ koalíciót az emberek. Gyurcsány Ferenc vezetésével tulajdonképpen megnyerték a 2006-os áprilisi választásokat. Most ne nyissuk ki azt a kérdést, hogy ez mennyiben volt elcsalt választás abban a tekintetben, az embereknek nem volt pontos információ azzal kapcsolatban, hogy milyen helyzetben is lavírozta Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc az országot 2006-ra. Majd ezt követően, akkor, amikor a megszorításokat jelentették be, vizitdíj, tandíj, receptdíj, kórházi napi díj, stb. Nem mellesleg egyébként a számtalan energetikai áremelésre került sor az ő regnálásuk alatt, akkor az emberek elfordultak Gyurcsány Ferenctől. Akkor hangzott az ötödi beszéd nyáron, majd szeptemberben nyilvánosságra került, az emberek akkor szembesültek azzal, hogy Gyurcsány Ferenc valójában mit is végzett. És ő azt gondolja jelen pillanatban, a saját felesége hátam mögé bújva, hogy kétszer lehet újabb a folyóba a politikai értelemben is lépni. Azaz, hogyha most ő előre szalad, akkor talán ugyanaz következik be vele kapcsolatban ismételten, mint ami annak idején ellenzékből Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP-vel kapcsolatban történt. Csak alapvető különbség van a két kormányzási stílus és a kormányzási eredmény között. Az, hogy Gyurcsány Ferenc válságot eredményezett, saját maga eredményezett egy válságot, nem a 2008-os válságba bukott bele a Gyurcsány, majd aztán a Bajnai kormány, hanem a saját maguk által generált gazdasági, politikai és társadalmi nehézségek minek köszönhetően veszítették el a támogatottságot 2006 nyarára már, és azt nem tudták visszahozni 2010-re. Ezzel szemben, amit én az imént felsoroltam,
az Orbán kormányok ennél a mostanihoz hasonlóan más területen lévő válságokat hatékonyan tudtak kezelni, beleértve a politikai következményeket is ezeknek a kérdéseknek. Így felmerül a kérdés, hogy vajon miért lehetne ismételten újra egy válságon a most regnáló kormány, és vajon mennyi esélye lehet egyébként ezzel szemben egy homályos ellenzéki alternatívának.